Jó estét kívánunk! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Elkezdenénk a ma esti beszélgetést, amely a Magyar Lélek előadássorozat aktuális állomása. Ennek az előadássorozatnak az a célja, hogy a magyar társadalmi önismeretét segítse, mert abból a koncepcióból indul ki, hogy a társadalmi önismeret erősítése az jó, és hogy arra szüksége van a magyar közösségnek, a magyar társadalomnak, a magyar nemzetnek. És mindig igyekszünk ezt a komplex kérdést különféle szemszögből megvilágítani. Voltak már itt gasztrobloggerek, volt már vendég Puzsér Róbert kritikus, volt vendég Káplár Mátyás pécsi pszichológus, aki Szondi tanítvány. És most pedig egy nagyon különleges és nagyon izgalmas, szintén nagyon különleges és nagyon izgalmas nézőpontból fogjuk a magyar lélek kérdését megvizsgálni, ez pedig nem más, mint az integrál pszichológia. Nem tudom, hogy volt-e már valaha olyan, legalábbis én nem, az én praxisomban, a mi előadásozatunkban még nem volt olyan, amely a magyar társadalomnak a karakterét integrál pszichológiai szempontból vizsgálta volna. Biztos voltak már, de szerintem ez most ilyen értelemben azért valamilyen hiányt tölt be, és ezt a hiányt a legalkalmasabb személlyel fogjuk ma kitölteni, betölteni, ugyanis Gánti Bence a vendég. Nagyon szépen köszönöm, Bence, hogy elfogadtad köszönöm a meghívást. És az est menetéről mondanék pár szót, mielőtt belekezdenénk a beszélgetésbe. Természetesen lesz majd lehetőség közönségkérdésekre, reflexiókra, hozzászólásokra, mindig interaktívvá szoktuk tenni, alakítani a beszélgetést. És hát amikor mi azt elárulhatjuk talán, nem tudom, hogy nagyon recsegek, hogy ezzel valamit lehet-e kezdeni. Amikor mi Bencével beszélgettünk itt pár nappal ezelőtt, akkor annyira belelendültünk, hogy abban maradtunk, hogy lehet, hogy ez két részes lesz. Ezt majd meglátjuk így a ma este, hogy marad-e még bennünk mondani való, de egyelőre úgy készülünk, hogy két részes lesz. És majd azt is elmondja Bence, hogy miért. Ugyanis úgy néz neki a menete ma estének, hogy Bence mondana egy bevezetőt az integrál pszichológiáról. Vannak itt sokan, akik ezt nagyon jól ismerik, azt gyanítom, de nem mindenki, és talán célszerű, hogy ezt az alapozást megtegyük, és innen tudjunk kiindulni a beszélgetés során. És hát vannak pontjait, Bence. Akarod, hogy jól adjam addig? Majd cserélgetjük. Félek, hogy ez mikrofon független. Aha, ez a PC system. Jó, akkor nem tudom, hogy így mennyire vagyok hallható. Szuper, jó, köszönöm szépen. Ezt csak így zárva bejegyzem meg, hogy ezt majd valamilyen terápiába én kibunkálom majd, hogy miért van az, hogy én nekem mindig a hangosítással vannak. Igen, ez egy ilyen visszatérő motivum, a kollégáim ezt igazolni fogják, hogy valami egy visszatérő motivum az életemnek, majd a harmadik majd kibogozzuk, én már nem merem megpróbálni, mert félek, hogy ez újabb traumákat fog okozni. Szóval, ha hallató vagyok, akkor így folytatnánk. Vannak pontjai, 12 pontot írtál össze a magyarságról, és hát az a célunk, hogy most hatot, tehát a felét megvizsgáljunk. Most, ha ezen is megvagyunk, én is majd hozzászólok, meg igyekszek majd hozzátenni, vitatni, interaktív lenni, de ha ezzel megvagyunk, akkor utána lesz a közönségnek is lehetőség, hogy kérdezzenek, kérdezzetek. Nem tudom, én szerintem technikailag mindent elmondtam. Még egy fontos információ, nagyon szépen köszönjük a Fortuna hajónak a lehetőséget, hogy itt lehetünk, és így bátorítanék mindenkit arra, hogyha esetleg inna, enne, akkor ne fogja vissza el Béli szándékait. A hosszantartó jó barátság jegyében ez nekünk sokat segíthet. Jó, én szerintem mindent elmondtam, és akkor ugye azt ígértük, hogy az integrál pszichológiáról Bence te tartanál egy bevezetőt, úgyhogy én akkor jó, rá is adnám neked a szót. Megpróbálod? Megpróbálom. Hát, ha neked megy. Még megalázóbb lesz, ha neked működni fog, de mindegy. Sok terápia. Nézzük, hogy egy-kettő testing. Testing. Egy-kettő. Na jó, majd meglátjuk, hogy működnek. Egy-kettő testing visszajött. Na szóval. Gábor, majd nekem nem fog működni, ezt előre jelzem. Kell egy harmadik rész, ahol megterápiázunk. Igen, szóval jön-megy. Az integrál pszichológiáról szeretnék egy bevezetőt tartani nektek, akik még nem hallottatok róla, és tegyétek fel a kezeteket, ha újak vagytok ebbe a témába, kérlek. Okay. A lényeg az, hogy a pszichológiában sok iskola van. Tehát ugye 120 éve jött létre a pszichológia. Ha belegondoltok egyébként, hogy a jóga 6000 éves,
a sámánizmus az archeológiai leletek szerint legalább 12 ezer éves, a buddhizmus 2500, a kereszténység 2024, az iszlám pedig mínusz 600, tehát hogy 1400-1500 éves, a pszichológia csak 120 éves, tehát egy nagyon új dologról van szó, viszont ahogy exponenciálisan fejlődött a társadalom, ugye tudjuk, hogy a 20. század az ilyen népességben, technológiában, egészségügyben, ugyanez van a tudatban, hogy a pszichológia nem véletlenül jött létre, és hiába csak 120 éves, óriási tudás többlet van ahhoz képest, mint hogyha csak a régi spirituális hagyományokat néznénk. És én ugye annak a kornak a gyereke vagyok a 90-es évekből, aki egyszerre jógázott, meditált, módosultat, állapotokat próbált, és pszichológiát tanult a nyugati egyetemen, nyugati akadémián, és természetesen megérdődött bennem az, hogy milyen jó lenne ezt mind összetenni egybe. Miért kell külön lennie a pszichológiának és a spiritualitásnak? Ráadásul a modernitás csak odáig lát, hogy a spiritualitás egyenlő vallás, tehát nincs más koncepció, pedig nem, fordítva, a vallás, a spiritualitás egyfajta megjelenése, egy középkori típusú kiadása. Az amúgy szabad, mély lelki élményeknek a spiritualitás. Úgyhogy ez a kutakodás, ami bennem is zajlott, és igény, ez nagyon sok emberbe zajlott, ez egy korszakigény, igazából már a 60-as évek óta, tehát 80 éve korszakigény, és az, aki ezt a labdát lecsapta, és gyakorlatilag megalkotta a pszichológiában ennek a tanát, az Ken Wilber volt. Jelenleg 75 éves, éppen két hete jártam nála, az amerikai integrál konferencián plusz Wilbernél. Most is alkot, bár a nagy alkotás, tehát egy a nagy dobása szerintem az embernek egyszer-kétszer van az életben, tehát még ír könyveket, de a nagy alkotói korszak, amikor megalkotta az integrál pszichológia elméletét, az ugye 70-es és 90-es évek közé tehető, a cizelláció a 2000-es évek, és most már inkább ismétli különféle témák szerint magát. A lényeg az, hogy összerakta az összes felelhető spirituális tannak a pszichológiai modelljeit, és a nyugati pszichológiának, az összes főiskolájának a modelljeit, különös tekintettel a fejlődésre. És ez az integrálnak a lényege. 1-2 testing, köszönöm szépen. Ez az integrálnak a lényege, a központi témája, hogy a fejlődés szintjei. Ugyanis, ha megnézed a korai, és hogy befejezzem a történeti részét, ez a 120 év is úgy tagolódik, hogy több pszichológiai iskola jött létre, eltérő emberképekkel, az analitikus, általában csak ezt ismerik az emberek, hogy Freud analízis kész, pedig ez a legelső, a legrégibb a szakmában, az ott a nagyon sok új dolog történt, utána a behaviorista, a kognitív, a humanisztikus, a transpersonális, és a végén az integrál, plusz egy csomó mellékes technikai iskola, mint a pszichodráma, ha jól tudom, akkor azt te is ismered, vagy van valami kapcsolatod vele, pszichodráma, családállítás, hipnózis, NLP, és sorolhatnám. Tehát ma már egy nagyon gazdag tárház van, és egy valamit nem tudnak a keletiek, ugye már a spiritualitás értelmében, az emberi kapcsolatokat és az ego személyiség fejlődését. Amit tudnak, hogy hogy lehet meghaladni a személyiséget, az egót, és egy éntelen, transzcendens állapotba jutni. Ezt tudják. És mi viszont ezt nem tudtuk, a nyugati pszichológia erről semmit nem tud, úgyhogy mind a két térfélnek, a keletnek és a nyugatnak tanulnia kell egymástól, és egy összegzett rendszer kell, ami a kettőt összekapcsolja. Úgyhogy ez az integrál pszichológia, és ennek a szint leírása a legérdekesebbek, mert mind a nyugati pszichológiában már a 30-as évektől leírták, amit minden szülő és felnőtt ember ösztönösen érezhet, hogy egy gyerek fejlődési szinteken megy át. Azt nem tudjuk milyenen, de azt tudjuk, hogy egy 3 éves nem úgy gondolkodik és viselkedik, mint egy 25 éves. Ugye? Tehát ezt úgy ösztönösen is tudjuk. Tehát van fejlődés, nem csak testileg, hanem pszichésen is, lelkileg. De vajon mik ennek a szakaszai? Erre nagyon sok modell van a pszichológiában, de ezeket fejlődés elméleti vagy szakaszmodelleknek hívjuk, és a spirituális tanokban, és amikor ezt mondom, mindig a nagy hagyományokra gondolok, mint a jóga, a buddhizmus, a keresztény misztika a saját kultúránkból,
és a szufizmus a iszlám kultúrában, vagy a sámanizmus, minden ilyen hagyományban van fejlődésmodell, csak ők annak a stációit írják le, hogy ahogy elkezdesz elmélyülni magadban, és meghaladod az egódat, milyen módokon bontakoznak ki a felébredés stációi. Tehát csak össze kell rakni a nyugati stációit a személyiségfejlődésnek, és a spirituális tanok stációit a éntelenség, megvilágosodás, felébredés állapotaiba. Tehát ezt csinálta meg Ken Wilber, és ezt az összegzett létra modellt nevezzük a Wilberi létra modellnek, és ennek a szintjeit a Ken Wilber neve alapján V, tehát V1, V2, V3, így beszélünk a szintekről. Úgy is mondjuk, hogy 2-es szint, 3-as szint, néha még színkódokkal is jelölik, mert úgy fogyaszthatóbb, ugye a nemzetközi populár pszichológiában, a szakmában számok vannak, a populárban színek. A lényeg az, hogy ezek jelölői adott szakaszoknak. Úgyhogy ezt a 10 szintet nyilván ma nem tudjuk részletesen kitárgyalni, az Integrál Akadémián ugye ezt tanítjuk a hallgatóknak, de néhány alapvetést el fog tudni mondani, ami ahhoz segít, hogy megértsük a magyar kultúrát, a jelenét, hogy milyenek vagyunk mi magyarok, és a múltját is. Te ugye történész vagy, tehát valószínűleg mélyen érthető és jelentőségteljes lesz a számodra is ez, mint történész. Az egyes szakasz, a Wilberi egyes, az életkorhoz kötött, 0-tól 1 éves korig levő csecsemő korszaka. Nyilván a társadalmak ezt meghaladták. Azokat a társadalmakat soroljuk ide, amikor mondjuk az ősemberek barlangban éltek, és hordákban, az tartozik a V1-hez. A kettes az a első és a harmadik életév közötti időszak. Ezzel foglalkozik a gyermeklélektan, a korai személyiségfejlődés. Ez az egyik legérdekesebb szakasz, mert ez az anya-gyerek kapcsolat szakasza. Tehát 1 és 3 éves korunk között nem nagyon fogjuk fel a világot, de egy valamit már igen, és azt nagyon, ez én és anyu. A kettőnk sajátos világa, és tőle ebben a világban tanuljuk meg az érzelmeinket, a határaink kezelését, a kötődést, akkor még nem beszélünk, tehát ez preverbális, szavak előtti érzelmi, hangulati világnak nevezzük. És ez azért érdekes, mert mindannyian, akik felnőttek vagyunk itt és most, hordozzuk magunkba ezt a lélekrészt. És ha olyan témáink vannak, és mindenkinek van, nem csak a lelki betegnek, minden embernek téma, hogy tartozom valahova, ki szeret, tudok szeretni, tudok kapcsolódni, elköteleződni, ha esetleg megszakad egy kapcsolat, mert szétment a kapcsolat, akkor azt hogy szenvedem meg? Ugye akár az összejövés és a kötődés kialakulása, akár a szakítás és a gyász, a válás, ezek mind a kettes szintünkhöz tartozó, vagy oda nagyon tartozó témák. És egy dolog biztos, hogy ahogy ez benned kialakult, biztos, hogy úgy fogsz viselkedni a kapcsolatokban, nincs kibújás, tehát nincs olyan, hogy nem. Olyan van, hogyha valaki ezt megdolgozta önismeretben, terápiában, akkor tudatosabb és az ottani mintákat oldhatja és továbbfejleszheti. Azok a társadalmak, amik ezen a szinten éltek, azok a vadászógyűjtögető törzsi társadalmak. Tehát az emberi társadalmak kivetülései az adott tudatszintnek, az adott történelmi korszakban. Tehát itt nem csak technoökonomiai dolgokról van szó egy társadalomban, hanem lélekről. Lélekről és emberi kapcsolatokról. A hármas szint, és itt fog megszólalni már a magyar, milyen a magyar, az a harcos, lovas, nomád törzseknek a kultúrája. Kulturálisan, a fejlődésünkben pedig az óvodás korszakunk, 3-tól 7 éves korunk, amit két kulcsszóval lehet jellemezni, egocentrizmus és impulzivitás. Tehát az az a gyerekkori szakasz, amikor teljesen megéljük az érzelmeinket, ha dühösek vagyunk, rögtön kifejezzük, ha félünk, rögtön kifejezzük, ha szeretünk, rögtön oda szaladunk és megöleljük. Mi felnőttek ilyet már nem csinálunk. Ugye, ha dühösek vagyunk, akkor azt nem mutatjuk, vagy esetleg passzív-agresszívként, vagy egy kis odahörkenésként csináljuk, ugye, de nem annyira durván, mint a gyerekek. Illetve ha félünk, szorongunk, azt is el tudjuk hordozni csendben magunkba, és nem szaladunk oda szeretettel olyan gyakran egymáshoz, csak úgy, azt leginkább a párunkra, vagy gyerekünkre, ugye, vagy a közelálló barátainkra korlátozzuk. Hát a gyerek az még nem.
Viszont nekünk is megvan ez a részünk, és ez az a rész, ahol felnőttben, amikor aktiválódik, innét jönnek a dinamikák és a játszmák. És innét jön egy csomó olyan jelenség, amit úgy szokták mondani a felnőttek, hogy ez tiszta óvi, ami itt történik. Mondják magukra, hogy mintha óvisok lennénk, vagy ez itt egy óvoda, amikor az emberek ugye gúnyolódnak, vagy nem tartják tiszteletben egymást, betámadnak egymásnak, és az egyik nagyon fontos téma, amikor egymás határát nem tartják be. Tehát behatolnak egymás határába. Az ugye, miért? Mert a kulcs téma a hármas szinten a dominancia. Ki dominál? És ezen a szinten a dominanciát még erőből oldjuk meg emberek. Tehát aki az erősebb, aki nagyobb erőt mutat, az fog dominálni, és aki gyengébb, az fog ugye szubmisszió alá menni. Ez az erő törvénye egyébként, nem csak az embernél, hanem az élővilágban. A négyes szint, a 7-től 12 éves kor, a kisiskoláskor, ekkor a gyerekek megtanulnak szabályok szerint viselkedni, és szerepekben élni. És azokkal azonosulnak. Tehát hirtelen az impulzív, egocentrikus emberből lesz egy szabálykövető, szerepekbe viselkedő ember. Tulajdonképpen itt kezdődik a felnőtt kor. Az, hogy mondjuk nekem most az a szerepem, hogy beszélgetek veled és előadok, a hallgatóságnak az a szerepe, hogy hallgat, ez ugye nem arról szól, hogy milyen a legeredetibb hiteles énünk, hanem arról szól, hogy most összejöttünk egy célra, amit végigviszünk, és a célnak megfelelően rendeződtünk szerepekbe. És ez mindenki érti, gondolkodás nélkül képes betartani, és ennek megvannak a szabályai és a keretei. Tehát ezek tartoznak a V4-es énünkhöz, önszabályozás, keretek, szabályok, struktúráltság, rend, káoszból rendet a V4 tud rakni, és lefordítva a társadalom nyelvére, ebből a szintből jött társadalmak voltak a feudális társadalmak, itt az emberi kapcsolatok fölé és alá rendeltek, tehát úr-szolga viszony, elnyomó és elnyomott, autoriter hatalom, ugye monarchiák, királyságok, gyakorlatilag a egyiptomiak óta a felvilágosodásig ez ment, a V4. Nagyon sok V3-mal, tehát ahol háborúk, megtámadások, agresszió, ugye alig volt olyan név, hogy Európában valaki valakit meg ne támadott volna, gyakorlatilag ha jól tudom a 19-20. századig, tehát V4, V3 kombó volt. Az ötös szint a fejlődésben az a racionalitás, ami egyéni életünkben 12 éves korunkban jön el, tehát a 12 éves kor, 6.-7. általános iskola, ott vált egyet az agy, és eljutunk a absztrakt gondolkodásig, hogy a gondolkodás képes a gondolkodáson operálni. A négyes szinten a gondolkodás a konkrét tárgyakon operál. Ezért a vallás egyébként V4, mert konkrétan az Isten az ember, vagy nő, vagy férfi, vagy szakállas, vagy nem. Most akkor fehér, vagy fekete. És persze ezek butaságok, mert az isteni tudat az személytelen és végtelen, és nincs ember alakja. De ez, hogy mindent látható formákhoz kötünk, és úgy tudjuk csak elképzelni, és a V4-en ugye vallási történetek voltak, tehát minden vallásnak van egy mitosza, úgy ismerjük, hogy mitikus tagság a V4, és kész. A V5 pedig elkezd gondolkozni a gondolkozáson, absztrakt logika, ráció, és így kialakul egy olyan emberi kultúra, ahol az emberek egyenlőnek érzik magukat. Üdvözl légy a felvilágosodásban, egyszer csak egyenlőek vagyunk, szabad gondolkodók vagyunk, mindenkinek egyéni nézőpontja van, emiatt vitakultúra alakul ki, vitassuk meg, rájövünk, hogy fejlődünk a vitába, ugye? És aztán kialakul a tudomány, kialakul a technológia, az innováció, az ipari forradalom. Egyszerűen lefordítva, a reformkor volt a V4-ből a V5-be átmenet, mind Magyarországon, mind pedig az egész európai felvilágosodásban, ugye a forradalmak. Fölállt a nép, és azt mondta, hogy mi már túl V5-ösek vagyunk, így a mi nyelvünkön, hogy kibírjuk tovább a monarchiát, lerázzuk, és mint egy közös társaság újra szerződünk, köztársaság. És választunk, és 4 évre valakit magunk közül odaküldünk, de csak 4 évre, és vigyázzunk, hogy nehogy megismétlődhessen a V4, a monarchia
fékek és ellensúlyok a demokráciába. Tehát így jött létre a V5. És tulajdonképpen ennek az évszázada a 20. század, és függen attól, hogy Magyarországon vagy más európai országban vagyunk, ugye erősebb V5 van, vagy gyengébb, vagy több a V4, erről majd fog beszélni. A V6 az pedig a posztmodern. Tehát a modernitást megélt emberek, Ken Wilber becslése szerint ma már 30%-a van posztmodernen, tehát a társadalomnak a 30%-a. Az azt jelenti, hogy megkritizáljuk a saját modernitásunkat, elismerjük a verseny erősségeit, mert ugye a V5 az versenykultúra, akár a politikában is, ugye több párt akkor versenyez, a cégek versenyeznek, mindenki versenyez. Ugye versenypiac és kapitalizmus tartozik hozzá, de hogy ennek megvannak az árnyoldalai. Ha amíg verseny van, addig vesztesek is vannak. Eljuthatunk emberek egy egységbe, ahol meghaladjuk a versenyt és a kiszorítást, és szerethetjük egymást mindannyian, anélkül, hogy valaki nyerne vagy veszítene. Ehhez az kell először is, hogy a szív megnyitása, tehát a V6 ott kezdődik, hogy szívnyílás, empátia, hitelesség, megosztani az érzéseink, az érzelmeinket, a hiteles gondolatainkat, nem csak a világról, magunkról, egy mélyebb szóbaállás, úgyhogy ezt nevezték eredetileg humanisztikus kultúrának. Tehát ezzel indult a humanisztikus pszichológia is egyébként. És társadalomban még nincs olyan ország, ami minden ország nyugaton vagy demokratikus, vagy nem nyugaton V4-es, vagy V3-as. Tehát ország szinten, mint állam, még nem született meg a V6-os berendezkedés, de a társadalomban, mint kulturális rétegek, akár pártok, akár értékközösség már rég bent van. Ugye gondoljunk a szociális érzékenységre, a kisebbségek elfogadására, a civil szervezetek kultúrájára, hogy igen, adjuk a hatalmat és a lehetőséget ki a népnek, és szervezzék meg ők nagyobb arányban. Ugye ez az eltolódása a V6 felé, és az, hogy ennyien jogáznak, meg önismernek, meg terápiáznak, meg érdeklődnek a meditáció felé, ez is mind a V6. Tehát elindult a társadalomban az is, hogy sokkal nagyobb az igény a pszichológiára, ugye a pszichológia szakok tele vannak, nehéz bejutni. Mikor én 96-ban mentem, akkor is már alig tudtam bejutni, meg óriási túljelentkezés volt, szóval nő az igény a belső világra, laposnak, üresnek érezzük csak az anyagi javakat, és megszületett az igény a szívre, a lélekre és a kapcsolódásra, ezek a V6-nak a kulcsszavai, és a V6-nak van egy későbbi szakasza, az pedig az integrál szint. Az azt jelenti, hogy aki elég időt eltöltött a posztmodernben, a V6-ban, az utána szeretné azt a sokszínűséget, amit összehoztunk, azt a sokféle nézőpontot, amit mind elfogadunk, rendszerezetten struktúrába szervezni. És gyakorlatilag újra összerakni a világot egy egységképbe, egy egységes képbe, de nem csak vakon szaladunk az egységbe, hogy megölelgetjük egymást és kész, mert abból nem lesz szervezettség, hanem meg kell érteni a szinteket, meg kell érteni az eltérő nézőpontokat, és azokat kell összeszőni egy egységbe. Ez a késői V6, ez az integrál tudatszint tulajdonképpen. És ennek van ma szerintem a korszaka, és a 7, 8, 9, 10-es szintek azok a spirituális ébredés stációi, amiből ma nem tudunk elmenni. Társadalmilag Magyarországon a 3, 4, 5 és a korai 6 van egyszerre. Köszönjük szépen. Akkor ez volt a bevezetés a mai témához. És akkor elvileg ugye van 12 pontod, aminek a 6 pontján fogunk végigmenni. És majd te elmondod mindig az adott pontot, meg elmondod, hogy az mit jelent a számodra, én meg megpróbálom azt valahogy oponálni, vagy éppen egyetérteni veled. De még mielőtt belekezdenénk, egy picit ilyen lábjegyzet jelleggel, hogy mondjak én is pár dolgot. Én meg kell szoknom, hogy működik a kamera, úgyhogy... Szóval... Ugye ez az egész előadás sorozata, ahogy mondtam, a magyar lélekről szól, és azt kutatja, hogy hogyan lehetne a magyar társadalomban lévő önismereti kérdéseket felszínre hozni, vagy az önismeretet erősíteni társadalmi szinten, és ez egy elég csúszós terület. Ugye a 20. században voltak úgynevezett nemzetkarakterológiák, és ezek nem mindig vezettek jóra. Ugye ezt így a történettudomány kerüli ismert, ennek ugye eléggé rossz leágazásai voltak a politikákban.
és ebből kifolyólag nem is nagyon szeret ma a tudomány nemzetkarakterológiáról beszélni, tehát arról, hogy van egy ország, egy nemzet, és annak van egy sajátos viselkedési mintázata, gondolati mintázata, amit egyébként elismerve az ezzel kapcsolatos óvatosságnak a jogosultságát, én hibának tartok. Mert én azt gondolom, hogy minden közösségnek van valami jellegű karaktere, de tény, hogy arra figyelni kell, hogy ne vagy olyan dolgokat magyarázzunk bele, ami nincs. Ezért aki így figyeli a magyar társadalomban az ilyen különféle csoportokat, akkor láthatja, hogy azért vannak egészen vadromantikus elképzelések önmagunkról, amik, ja, hogy honnan jöttünk, meg merre tartunk. Ezzel kapcsolatban én néha látom, hogy ilyen fantasztikus elemek is megjelennek ebben a gondolkodásban, de ez is egy hiba. Vagy másrészt az is lehet egy hiba, hogy elkezdünk olyan dolgokat a magyarságba projektálni, ami egyébként minden társadalomban benne van, csak mi nyilván magunkon ismerjük föl. Tehát, hogy amikor magyar, arról beszélünk, hogy mi a magyar, akkor ebből arról beszélünk, hogy mi az ember. Ez is egy hiba lehet. És a harmadik dolog, amit még így lábjegyzetként ide fűznék, de ezek persze nyilván csak az én vitaindító gondolataim, hogy én azon az állásponton vagyok, hogy van nemzetkarakter, tehát van egy közösségnek karaktere, ami abból jön létre az én véleményem szerint, hogy az adott közösség kulturális kapcsolódásain keresztül, például a nyelvén keresztül közös élményeket él át, azokat közösen dolgozza föl, közösen reflektál rá, és ezt átadja generációról generációra ezeket a reflexeket, gondolkodási sémákat, mintákat. Átélünk közösen valamiféle sorsot, és ez már megformálja a karakterünket, de hogy szerintem az, ami, és majd én a mai este során erre többször utalni fogok, igazából számomra ez nagyon izgalmas rész, hogy ami ezt az egészet aztán valódi karakteré tudja formálni, ez a narratíva. Ugye van a pszichológiának egy narratív pszichológia, ága is, és engem egy nagyon inspirál ez az ágazat, ami ugye, vagy ez az irányzat, ami azt mondja, hogy főképpen az egyéni élet tekintetében, hogy az egyéni életünket akkor tudjuk kiteljesíteni, vagy akkor tudjuk jól megélni, hogyha a saját életünknek van egy narratívája, van egy sztoria, van egy története. És én ezt azt gondolom, hogy érdemes így közösségi szinten is végig gondolni, hogy átélünk közös élményeket, van egy közös történelmünk, de hogyha ez nem áll össze, nincs egy narratíva, ami ezt az egészet összefűzi, integrálja, akár így is mondhatjuk, akkor szerintem akkor alakulhatnak ki, vagy akkor is alakulhatnak ki torzulások. És ebből, hogyha ez így van, akkor az én egyik állításom az, hogy a nemzetkarakter az nem valami fátum, vagy nem valamilyen állandó, statikus dolog, hanem egy dinamikus, mint hogy a személyiségünk is dinamikus, alakulhat, változhat, ha most így ilyen a te nyelvedre fordítom, akár ez kérdés is, hogy visszafelé is haladhat ezen a 6-os, 5-ös, 4-es, 3-as szinten egy közösség akár, de ez a kérdés is. És én itt például számomra az egyik legmeghatározóbb olvasmány élmény az Bibónak az eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem munkája, ahol ő azt mondja, hogy minden generációnak lényegében újra kell új narratív, tehát újra kell önmagát fogalmaznia, és van egy készlet, egy mozgástér, amit az elődeinktől, az előző generációtól örökölünk, ez lehet szűk, hogyha ők rosszul döntöttek, rossz döntéseket hoztak, rossz narratívákat alkottak, meg lehet tág is, hogyha jó döntéseket hoztak. Teljesen mindegy, abban az értelemben, hogy ez van. Ezen a mozgástéren belül kell nekünk megtalálnunk a magunk közösségi szempontjait. És akkor én be is fejezem a magam mondandóját, aztán akkor menjünk bele a pontokba, mert én is majd akkor kifejtem részleteiben ezeket, hogy szerintem a nemzet, vagy a társadalom, a magyar társadalom összetartozásának narratívája az nem egy lehetőség, hanem szerintem egy kötelesség. Ha meg kellene fogalmaznom azt, hogy mi egy értelmiség, egy ország értelmiségének, vagy egy közösség értelmiségének a feladata, akkor szerintem pont ez. Hogy az értelmiség tagjai az egymás közötti vitájuk során kicsiszoljanak, vagy kimunkáljanak egy narratívát, egy értelmezési teret, amiből az adott közösség önmagát megismerheti. Szóval ezt szerettem volna egy lábjegyzetként hozzáfűzni. Nem tudom, hogy ez mennyire kapcsolódott az integrál pszichológiához, de szerintem voltak közös pontjai, és akkor, hogyha az úgy megfelelő neked, Bence, én azt javaslom, hogy akkor menjünk végig ezen a 6 ponton. Én ismerem már, de a közönség még nem. És akkor szálazzuk szét őket. Jó, és megengedett, hogy reflektáljak el, és mert annyira érdekes dolgokat hoztál be, mindegyik kapcsolódik az a jó az integrál, hogy minden kapcsolható hozzá. Először is az, hogy
mondjuk-e azt, hogy vannak olyan, mondhatjuk-e azt, hogy vannak magyar jellemzők, amik mindannyiótokra jellemzőek. Tehát ha én most itt kimondom, akkor igaz, hogy itt mindenkire jellemző, aki magyar, mert ha igen, akkor van nemzetkarakterológia, vagy pedig nem, mindenki annyira egyenlő, és az egyéni múltjától, meg tehetségétől függvényében más, hogy nem mondhatunk ilyet. Nekem meggyőződésem, hogy van. És nem csak így győződésem meg, hanem amellett, hogy integrálpszichológus vagyok, ugye ezt a részt hoztak be, 7 évig éltem az Egyesült Államokban, és 7 éves korom óta utazom a Földön állandóan, és olyan tisztán és erősen üt meg, mikor elhagyom az országot, a másik kultúramássága, ahova megyek, és amikor visszatérek, ugyanannyira megüt a saját kultúránk milyensége, hogy ez egy nagyon testi, viszcerális alapélmény számomra, nem csak egy elmélet. Tehát igen, vannak kultúrák, és nagyon hasonlóak bennük az emberek, csak nem veszik észre. A hal, ha találkozik egy másik hallal, biztos sokat vitázik, vagy vitázna, tudna, de egy dolgot sose gondolnának, hogy ők vízben élnek. Számunkra, meg a első számú legalapvetőbb dolog, hogy azt nem tudom milyen hal, de egy dolog biztos, a vízben él. Na ilyen a kultúra, szerintem egy zárt hipnotikus tér, egy bubble, ugye egy buborék, hogy akik benne élnek, nem veszik észre, vagy csak picit veszik észre, és igazából úgy lehet beavatódni, hogy megismerjük a kultúránkat, hogy kimegyünk belőle, megfürdünk egy másik buborékba, és visszajövünk a saját buborékunkba. Ezt a kultúrantropológusok egyébként leírták, a pszichológia mellett kultúrantropológiát tanultam, az volt a másik szakom, úgy hívják, hogy kulturális relativitás, talán hallottál erről a fogalomról. Minden kultúra azt hiszi, hogy az övé a világ. Tehát mi magyarok azt hiszük, hogy ahogy vagyunk, a világ ilyen. A mi világunk ilyen. Viszont amit behoztál, hogy erről, hogy mondjam, szabad-e beszélni, ciki-e beszélni, vagy söpörjük a szőnyeg alá, ez inkább már a posztmodernnek a gondolata. Tehát a V6-nak a gondolata, ahol végre eljutottunk oda, hogy meghaladtuk azt, hogy különbséget teszünk állandóan. Mert racionálisan mindig megkülönböztet, és ez fájdalmas, mert elidegenít minket. Végre az egység körébe ülünk, akkor ne kezdjünk már arról beszélni, hogy ki, kulturálisan ki milyen. Különben is én szabad vagyok, a V6-nak az értéke a szabadság is, még jobban, mint a modernitásé. Engem csak ne rakjanak bele, kérem, egy ilyen dobozba, hogy én magyar vagyok, vagy német, vagy amerikai. És pont ezért beszélünk az integrál szintről, ahol meg tudjuk tartani a kapcsolódást, a szeretetet, a szív központuságot, és vissza tudjuk mellé hozni a megkülönböztető látást. És attól még jóba tudunk maradni, nem kell ugye összeveszni, vagy elidegenedni. Tehát tulajdonképpen az integrál szintről teljesen beválható. És nyilván, amit én el fogok majd mondani pontokat ma, meg legközelebb a másik hatot, elgondolkozhattok magatokon, hogy igaz-e rád, vagy nem, vagy mennyire. Ha azt gondolod, hogy nem, akkor is simán lehet, hogy igaz egyébként, mert Freud bácsi ugye kimondta már 120 éve, hogy amit tudsz magadról, az a rólad szóló igazságnak maximum a 10%-a, a jéghegy csúcsa. Ugye, és az önismeretben ismerjük meg a többit. Úgyhogy ezt gondoltam reflektálni még így a... Na, az első pont, igazából szeretnék mondani egy definíciót, amit így megalkottam, aminek az első szava lesz az első 6 pont, a második szava lesz a későbbi pontok. Szerintem a magyar, a szívtér használat és a mély gondolkodás népe közepes faragatlansággal. Megismétlem. A magyar, a szívtér használat és a mély gondolkodás népe közepes faragatlansággal. Na hát akkor kezdjük a szívtér használattól, az egyes pont. Ugye a legalapvetőbb mondás, amit szoktunk mondani magunkról, magunknak, hogy a szeretet népe vagyunk. Néha a külföldieket is tájékoztatjuk, hogy a szeretet népe vagyunk, és lehet, hogy némi büszkeséget is érzünk, mintha ők nem lennének azok, vagy mi jobban a szeretet népe vagyunk. Én nem azt mondom, hogy a szeretet népe vagyunk, hanem a szívtér használat népe vagyunk. Mit jelent ez, és miben más? Ugye a testünkben különféle helyeken különféle érzelmek vannak, az érzelmek testhelyekhez köthetők, ha belegondolsz a füledbe, sose éreztél dühöt, vagy szeretetet valószínűleg, itt nincs érzelem,
De mondjuk a mellkasodban igen, vagy a hasadban. Az összes érzés itt szokott lenni valahol a törzsben. És a mellkas közepe, ugye azt hívjuk úgy, hogy szív, tér, annyira úgy hívjuk, hogy már a jogit is úgy hívták, szanszkritul, hogy Hridaya Akash, a szív tere. Ez egy nagyon régi elgondolás, és ugye oda kötik a energetikába a szívcsakrát, de ha ebben nem hiszünk, akkor legalább egy dolgot csináljunk meg, csukjuk be a szemünket, és figyeljünk a szívterünkre, hogy mit érzünk ott. A következőket fogjuk ott érezni: szeretetet, amikor épp szeretünk, szomorúságot, amikor épp elszomorodtunk, vagy örömöt. Ez a három érzelem köthető a szívtérhez. Ezek ott laknak, és van még két érzés, ami lejjebb lakik a testbe, de föl tud jönni a szívig, ez a félelem és a harag. Úgyhogy nem abba vagyunk mások, más népeknél, hogy többet szeretünk és kész, hanem abban, hogy intenzívebben használjuk a szívterünket. Ezt láttam az utazásaim során. Hegyeshalomtól egy méterre már nem használják így. Tehát gyakorlatilag Hegyeshalomtól Kaliforniáig az egész nyugati világ sokkal kevésbé használja a szívteret. És mindjárt el fogom mondani a jó hírt és a rossz hírt, vagyis az éremnek a jó oldalát, hogy ez miért erősség, és a potenciális árnyék oldalát, hogy ez miért lehet nehézség is a embereknek, ugyanis ebben a fajta pszichológiai gondolkodásban én sose fogok olyat mondani, hogy ez jó vagy rossz, hanem mindig egy minőséget fogok felhozni, aminek megvan az érem két oldala tulajdonképpen. És a szívtér használat éremnek a pozitív oldala, hogy igen, többet, gyorsabban, hamarabb és több szeretetet mutatunk, mint mondjuk egy német, egy angol vagy egy amerikai. Most ugye nyugat fele nézzünk először. Az azt jelenti, hogy megdöbbentően hamar nyugati szemmel melegszívűek vagyunk, melegszeműek vagyunk, szívből kapcsolódunk, és mélyen barátkozunk. De ugyanilyen megdöbbentően hamar sértődünk meg. Tehát a megsértődés egy másik tipikus magyar vonás, ami jóval nagyobb arányban van jelent, mint a nyugatiaknál, az is meglepően erős. És ez ezért van, mert a szívtérhez tartozik. Onnantól, hogy a szívedet nem lezárva tartod, hanem kinyitod, onnantól ez egy nagyon érzékeny lelki részünk, és nagyon hamar tud kinyílni és bezáródni. Kinyílni és bezáródni. Épp ezért a meditációban, amikor elnyugszik az elme, az csak a felszín, hogy az elme elnyugszik, de a lényeg, hogy a szív is nyugodjon el, a szívtér. Tehát nyugodjon el a lelkes öröm, a nagy szeretet, a mély sértettség, a szorongás és minden, tisztuljon ki, ugye az a meditatív középpont. Úgyhogy ilyen értelemben vagyunk a nem a szeretet népe, hanem a szívtér használat népe, és ezzel együtt a szeretet népe is igen, vesző, és nem csak mi, hanem a régió, a közép-kelet-európai régió erősebben használja a szívterét. A litván is, a bulgár is, az ukrán is, most nem fogom az összes országot felsorolni, ezekről mind személyes élményem van, csoportoztam, barátaim vannak, stb. Arra is, nyugatra is. És ez közös bennünk. Tehát Amerikában például az, hogy magyar, az nem nagyon mond semmit, nem nagyon ismerik vagy tudják, de az se, hogy mondjuk szlovák, de az, hogy Eastern European, hogy kelet-európai, az igen, és általában a kelet-európaiak érzelmesebbek, melegszívűbbek és dühösebbek. Tehát ez az érzelmi lobbanékonyság bennünk van. És ahogy keletre megyünk tovább, Kelet-Európában keletre, úgy még érzelmesebbek és még lobbanékonyabbak az emberek. Tehát ez egy, ahogy a kilométerben egy kontinuum, úgy kulturálisan, pontosan ugyanannyira egy kontinuumban helyezkedünk el középen. Egyébként Közép-Európában, de a keleti oldalon az érzelmi tekintetben. Na akkor erre reflektálok, és itt oponálni is fogok pár dolgot. Amikor mondtad nekem ezt a szeretet népe dolgot, így nem volt aha élményem, megmondom őszintén. Majd beszélünk másról is még. Igen, igen, igen. Lehet, hogy az ilyen Magyarországon világhírű ez a gondolat velünk kapcsolatban. Nem tudom, hogy ez bárki másnak eszébe jut-e rólunk, hogy mi a szeretet népe lennénk. Viszont amit utána mondtál,
az én azt gondolom, hogy az meg nem biztos, hogy te is ugye mondtad, hogy ez egy kelet-közép-európai, vagy akár én azt gondolom, hogy mondtad ezt, hogy Ausztriától Kaliforniáig, ez meg lehet, hogy hegyes halomtól, nem tudom, Tokióig, ez a fajta, lehet, hogy ez túlzás, de hogy azt gondolom, hogy ez a fajta impulzivitás, vagy érzelmesség, vagy érzelemvezéreltség, lehet, hogy ez nekem ilyen, inkább ilyen keleti jellegnek tűnik, és hogy ugye ezen a előadássorozaton többször előkerült a kelet-nyugat dilemma, és ugye mi is beszéltünk róla, hogy ez egy mennyire meghatározó jegy, és szerintem feladat is a magyarság életében, a turániátok, hogy van egy ilyen kettősség bennünk, és ahogy én mindig úgy szoktam megfogalmazni, hogy Koppány és István harca mind a mai napig folytatódik, ami kollektív tudattalanunkban, és hogy ezt mindig valahogy kellene valami szintézis teremteni ebben, és ugye ez politikai, kulturális egy csomó szegmense van. Amiből én kiindultam akkor, amikor készültem erre a pontra, az a szeretet. Ha elfogadjuk azt, hogy a szeretet népe vagyunk, én nem fogadom el, vagy nem tudom sajnos elfogadni, mert a szeretet kapcsán az egyik leggyakrabban idézett gondolat az Jézustól szól, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És ugye ebbe általában az első részét szoktuk ennek a mondatnak hangsúlyozni, szeresd fele barátodat, miközben a második része is valamiért oda lett téve, mint önmagadat. És ez egy ilyen kevésbé fontos részének szoktuk tekinteni ennek a mondatnak, pedig lehet, hogy ez a legfontosabb része, mert hogy ebből indul ki az, hogyha önmagadat tudod szeretni, akkor tudod a fele barátodat is. És hogy az én állításom az, hogy azért nem tudunk a szeretet népe lenni, mert nem tudjuk önmagunkat szeretni. Mert nincs meg a... Nincs meg az alap, hogy önmagunk szeretete által képesek vagyunk a másikat is szeretni, és hogyha az, hogy önmagunkat szeressük, az meg önismeret kellene. És akkor végül az egész előadás sorozatomnak az alátámasztása ez az egész gondolatsor. Azt hiszem, hogy ez önismeret hiányzik, és amit nem ismerünk, az félelmetes. Tehát, hogy szerintem mi félünk önmagunktól, vagy valahol saját magunk valóságával való találkozás, az félelmetes nekünk. Kerüljük, menekülünk ezelől a dolog elől, és ilyen, talán fogalmaztál, hogy hipnotikus buborék, vagy nem is tudom, hogy fogalmaztál. Igen. Kollektív hipnózis, igen, buborék. Igen, én azt látom, hogy ilyen, mindenféle ilyen hipnózisokban menekülünk mi. És ezeknek van különféle ilyen, nagyon elég széles skálája van, tehát van az az önhipnózis, amikor az egész világ körülöttünk forog. Mi vagyunk a világ közepe, a mi nyelvünk az ősi nyelv, és a Siriusról jöttünk, és Jézus is magyar volt, és jönnek ezek sorba, ahol már tényleg sokszor már ilyen tragikomikus, hogy mondjam, ilyen lelkesültséggel próbáljuk magunk kiválasztottságát igazolni, és nem akarunk egy ilyen reális önképet ébreszteni. És aztán van a másik, amikor meg pont az ellenkezője, hogy hát velünk elbánt a világ, mi semmire se vagyunk jók, ez a legalja, ez a magyar, depresszív. Ez a teljesen depresszív állapot. És én azt a kérdést tettem még föl magamnak, hogy most ha jól tudom, a szeretet az nem érzelem. Legalábbis a magasabb fokán az nem is érzelem már, hanem egy tudatos viszonyulás. És hogyha ez így van, akkor én azt a kérdést tenném föl magunknak, hogy lehet-e a magyarság a szeretet népe, amelyik annyi sok patológiás vonást visel magán, és itt hagyd mondjam el, már mindenhol el szoktam mondani, minden egyes ilyen alkalommal, de akkor elnézést, aki már hallotta, azt lehet, hogy untatni fogom, de hogy szerintem van legalább 5 szavar. Mentális zavar, kollektív mentális zavar a magyarságban. Az egyik ez a kelet-nyugat, ez egy ilyen személyiségzavar, diszociatív, jól mondom, jól fogalmazok, személyiségzavar, hogy egyszerűen nem tudjuk, hogy pontosan most keletiek vagyunk, vagy nyugatiak, és általában ezt is elfolytjuk, tehát nem akarjunk ezzel a kérdéssel szembesülni. Jó, Szent István persze eldöntött, hogy politikailag hová tartozunk, de ettől még kulturálisan, reflexeinkben, pont erről beszéltél, egy nagy adag keletiség van benne. A másik, ami szerintem nem csak a mi problémánk, hanem valószínűleg ez is régiós, hogy apa komplexusunk van, tehát vezérre várunk, ez V2 vagy V3, nem tudom, hogy melyik az amikor kell egy törzsfő, aki megment bennünket és leveszi a felelősséget a felnőtté válással kapcsolatban rólunk. Anya komplexusunk is van, ez alatt azt értem, hogy a Kárpát-medencébe vagyunk zárva a nyelvünk által, nincs rokonságélményünk, és úgy érezzük, hogy bennünket senki sem szeret.
A negyedik az egy tanult tehetetlenség, ami alatt azt érzem, hogy 1526 óta nem éltük át, hogy a saját sorsunkat mi képesek vagyunk kézbe venni. És ugye az 500 év azért egy nagy tanuló pénz, tehát hogy 500 év alatt hozzá lehet ahhoz szokni, hogy nekünk úgyse sikerül. És mi, mintha kicsit már ezt hozzászoktunk volna, hogy nekünk ez úgyse fog menni. És az ötödik az pedig egy ilyen poszttraumás stresszavar. Ugye a 20. század, a millió rendszerváltásával, meg a társadalom egyik része tönkretette a másikat, fizikálisan, anyagilag, kulturálisan, erkölcsileg, mindenféle módon. És akkor ebből jön aztán a hatodik, ami meg egy ilyen bipoláris személyiségzavar, amíg lehet fokozni a kórképet. Zárt osztály, az biztos. Hát, na mindegy. Ennyi zavar egyszer. Ami meg azt értem, hogy vannak ilyen nagy szalma, hogy ez már Széchenyi, talán Széchenyi mondta, hogy szalmaláng természetünk van, és hogy ilyen nagy fellángolásaink vannak, akkor úgy egy mániákus, hisztérikus szakaszunk van, és utána pedig ezek ilyen viszonylag rövid, de nagyon intenzív szakaszok, és utána pedig ezt követi egy hosszantartó depresszív, mély állapot, és akkor utána megint jön egy ilyen mániákusabb szakasz. Szóval, és nyilván lehet, hogy itt dramatizálom is egy picit, de meg nem is biztos, hogy szerencsés ezekről így élve boncolni önmagunkat, de én mégis azt mondom, hogy ahhoz, hogy ki tudjunk lépni azokból a sémákból, amikbe belelépünk újra és újra, ahhoz meg nem tehetjük meg, hogy ezzel nem szembesülünk. Tehát ha jól tudom, én nem vagyok pszichológus, de jól tudom, a terápiának pont az a lényege, hogy ugye, amikor valamit elfojtunk, mert traumatikus, akkor azért egy csomó energiát mozgósítunk az elfojtásra. Egy csomó életenergiát elpazarolunk arra, hogy valamit lentartsunk, ami nekünk fájdalmas. És hogyha ezt az energiát nem kell az elfojtásra fordítanunk, nem kell hazudnunk önmagunknak, akkor az energia másra fordítható, az életenergiává tud válni. És szerintem itt van a szeretet. Tehát ezért mondom azt, hogy én vitatom, hogy mi a szeretet népe lennénk, mert nem lehetünk a szeretet népe, mert az a nép, amelyik nem ismeri önmagát és nem szereti önmagát, az nem tud másokat sem szeretni. Nagyon mélyre menő volt, ha mind reflektálni, akkor szerintem végig erről beszélgetnénk, hogy mennyire passzolnak ezek a... Hát három részes lesz. Jó. Ezek a patológiai, ugye itt felsoroltál, hogy hat kemény pszichopatológiai fogalmat. Ha ez mindig az lenne egy emberre, akkor ott mentem, meghalna körülbelül. Tehát azért egy embernek nem ennyi szokott lenni egyszerre. És szerintem egy nép, mint a magyar nép sem, én klinikai szakszológus vagyok végzettségem szerint, klinikailag nem elmezavaros. De valószínűleg te is azt éled át, hogy látom rajtad, hogy ismersz pszichológiai fogalmakat, gondolom foglalkoztál vele, meg érdekel a téma, és természetesen, ahogy megismered, elkezdesz mintákat észrevenni a társadalomban is, és akkor úgy tűnik, hogy hú, akkor tulajdonképpen mi mániakus, depresszív zavarba szenvedünk, vagy hú, tulajdonképpen akkor is diszociatív zavarba szenvedünk. A szeretet nem azt jelenti, hogy minden pillanatban szeretünk és csak szeretünk, mert olyan értelemben nyilván nem vagyunk a szeretet népe, mindenféle érzelmi állapoton megyünk át, egy nap alatt legalább 30-szor váltunk én állapotot. Tehát hangulat érzelmi állapotot, általában úgy, hogy nem veszünk észre csak azt, ami intenzívebb. Tehát, hogy az emberi természet olyan, hogy állapotváltó. A szeretet, kérdezted, vagy felvetetted, hogy az most egy érzelem, vagy nem is az. Egy érzelem is, tehát van olyan, hogy érzem, hogy szeretek, és szeretek. És egyébként figyeltem a szemedet, hogy miközben beszélgetünk, néha erős szeretet fröccsöket adsz, majd visszavonulsz egy ilyen semlegesebb beszélgető állapotba. Ez már terápia része? Ez a visszajelzés, ez csak a bevezetés. A többit zárt ajtók között. A lényeg az, hogy én ezekből nézem, hogy milyen a magyar, meg a más nemzet, hogy például ilyet nem csinál egy amerikai, vagy másképp csinálja, vagy egy német. Tudod? Tehát igenis több fröccsöt adunk egymásnak a szeretet élményből és érzésből. És a másik, ami nagyon érdekes abban, amit mondasz, hogy a követelmény, amiket támasztasz, önmagunk felé, az tulajdonképpen egy spirituális fejlődés. Egy önismereti, kötőjel spirituális fejlődés, hogy szeresd meg magadat. Tehát szeresd magadat, ez nem csak a magyarra jellemző, hogy alapbeállításban default nem szereti magát, hanem más népekre sem nagyon jellemző. Ez az emberi természet része, hogy elaludtunk, ugye erről beszél minden spirituális, hogy alszunk spirituális értelemben, és a felébredés sok lépcsős hosszú útján
Az egyik első, hogy megismerjük magunkat, és elkezdjük magunkat is szeretni. És ez egy nagyon tetszik nekem, hogy te ilyen követelményt állítasz, mert szerintem ettől lehetne megújítani az országot is, és nem csak az országot, hanem az egész szisztémát, amiben az emberiség él. A demokrácia a legmagasabb szint, amíg eljutottunk, de csak az ötödik, és pszichológiából már rég tudjuk, hogy vannak további szintek, de azt társadalmilag még nem léptük át. És talán pont ezért, mert azt nem lehet egyszerűen rációval és technológiával és szervezéssel meglépni, hanem azt önismerettel lehet, és spiritualitással lehet majd megugrani. Amiről beszélek, az viszont már egy kollektív emberiség fejlődés, aminek a részei vagyunk. Azért is beszélgetünk talán ebben a műsorban is ilyen mély témákról. Úgyhogy ebből a síkból nézve a szeretet, igen, egy magasabb szinten nem egyszerűen egy érzelem, hogy hopp, most a szívteremben szétfolyt egy szeretet hormon érzés, hanem a figyelem és a jelenlét. Ha egy embernek figyelmet adsz, és mondjuk meghallgatod, akkor ő azt fogja érezni, hogy elfogadtad. És ez az elfogadás, a feltétel nélküli elfogadás, a szeretetnek a szubtilis, mondhatjuk, hogy magasabb vagy mélyebb, de én inkább azt mondanám, hogy a intenzív érzelmi szereteten belüli finomabb, szubtilis lényege. Tehát igen, a spiritualitás szempontból akkor is szerethetsz, amikor épp nincs szeretet érzelem, viszont van egy univerzális elfogadás benned. És egy figyelem, egy jelenlét és egy megtartás tulajdonképpen. Az isteni szeretet az ilyen. Az nem csöpögős, hormonális szeretet, hanem végtelen bölcsesség, megtartás és elfogadás. Messze mentünk az első ponttal. Menjünk tovább a másodikra szerintem. Jó. A második az, hogy kapcsolódó nép vagyunk. Kapcsolódó nép az, kezdem ott, hogy fizikálisan közelebb állunk egymáshoz a testünkkel, mint a nyugati népek. Megnéztem egyébként, pontosan fele olyan közel állunk egymáshoz, mint Kaliforniában. Ez jó vagy rossz? Megint csak se jó, se rossz, ez egy jellegzetesség, egy feature, egy beállítás, aminek megvan a jó, meg a rossz oldala, vagy a jó-rossz nem használom egyébként, csak a konvenció miatt mondom. Inkább úgy mondom, hogy amitől jól érezzük magunkat, vagy amitől szenvedünk. Mi minden esetre így érezzük jól magunkat, és ugye ha megjössz mondjuk Amerikából és leszállsz a reptéren, akkor azonnal a reptéren lehet érezni, hogy úristen, itt mindenki annyira közel van egymáshoz, és az emberek energetikai terei, hogy mondjam úgy, hogy az aurája egymásba lóg, és így keresztbe kasul átmennek egymáson, hogy olyan az egész, mint egy törzs. Tehát én átéltem, gyakran hazatértem kor az, hogy igen, mi egy törzsi kultúra maradványa, vagy utódja, vagy vagyunk, vagy még az, vagy szóval, hogy bennünk van ez a törzsiség, ahol az emberek közel vannak, és kapcsolódnak. Hogy kapcsolódnak? Kapcsolódnak a közelséggel, tehát nyilván, ha egy test ilyen közel van, akkor jobban érzem az egészet, mint ha 2 méterre van. Ez is már egy kapcsolódás. De sokkal többet érintik egymást a magyarok, mint a nyugat-európaiak, vagy az amerikaiak. Tehát például Magyarországon megérinthetek egy nővállát csak úgy, barátságból, beszélgetés közben, szeretett fröccsből, anélkül is, hogy extra férfiúi szándékaim lennének, a normál konvencionális viselkedés része, Amerikában ezt nem tehetem. Ott ez egy akkora határátlépés, hogy döbbenet van és lefagyás. Ott nem lehet így megérinteni a másik testet. Itt lehet. Sokkal jobban. Inkább így mondom, az nem az, hogy sose, ottse, de soha. Tehát kapcsolódó, érintgető, egymáshoz közel álló nép vagyunk, és ez is hozzáad az érzelmességünkhöz, a törzsiségünkhöz. És ezen a ponton, ha reflektáljam le azt a gondolatodat is, hogy akkor most Hegyeshalomtól ez Tókióig tart, vagy meddig, én azt, ugye, a életem egy másik szakaszában 10 évet utaztam keletre, először egyébként oda. Tehát először volt a spirituális keresés, akkor Indiába sokszor, Burmába, Indonéziába, Tajföldre. És azt vettem észre, hogy annyira más az indiai kultúra, de annyira a magyartól is, meg az egész nyugati civilizációtól, hogy az hihetetlen, mint egy másik bolygó. Aztán a kínai annyira más az indiaitól és az európaitól. És a kettő között, mi van Európa és India között? Ugye a közel-kelet országok, ahol egyébként több kultúra van,
tehát a perzsák, arabok, egy csomó kultúra van, az is nagyon más. Tehát azért egy nagyon nagy összemosásnak tartanám, ha Magyarországtól Tókolyig az a kelet, hanem inkább azt gondolom, hogy Európa egy markáns kulturális egység, és azon belül van valóban egy nyugati, meg egy keleti rész, és nekünk itt élő felhasználóknak, usereknek van egy közép is, amit nem látnak. Tehát Közép-Európát mi tudjuk, de még a nyugat-európaiak se ismerik ezt a fogalmat. Beszéltem egy svájci professzorasszonnyal, aki tőlem hallotta 70 éves korában először, hogy Central Europe. Svájcban. Mert azt, hogy Amerikában ezt ma megszoktam, hogy nincs Central Europe, csak Eastern, az egy dolog. De Nyugat-Európában sem mindenki tudja. Ez a finom bontás itt a sűrűjébb Európának, hogy igen, vannak ilyen finom zónák. Nagy vonalakban Nyugat és Kelet-Európa van, és utána Nyisz. Tehát a közel-keleti világ, benne az arab világ, a muszlim világ, az eltérő kultúrák nagyon mások. Nagyon mások. És csökken a téli távolság. Indiában meg nincs. Nem tudom, voltál-e Indiában. Ott úgy történik egy busz pályaudvari sorba állás, nem kívánom senkinek, csak a beavatást szeretnél, hogy a személyes távolság 0 cm, vagyis ott a kassa, van előttem 10 ember, és rám tapad az előttem levő, és rám tapad a mögöttem levő. És mivel nem jutottak el a V4-ig, tehát V3 van, hogy itt most akarom a buszjegyet, impulzítás, így áll a sor, mert mindenki tolul a kassa fele, hogy most akarom a jegyemet. Én nem hiszem el, hogy nem jutott el oda a kultúra, hogy hátradőlünk és várunk. Szükségletet késleltetünk, kicsit távolságba állunk, mindenki megnyugszik szépen, és akkor mindenki így egymás után odaér, ez a V4. Nyilván abban a kultúrában is van V4, de az utca India, az nagyon, nagyon nem V5, V4, hanem V3-as, tehát kaotikus, impulzív, egyébként teljesen jól vannak, őket nem zavarja. Ez csak engem zavart európait, aki követeli az ő 50 cm-es személyes terét, és azt hitte, mint minden kulturális relativista, hipnotikus buboréklakó, hogy az egész Földön ilyen a távolság. És kiderül, hogy ez csak a mi buborékunkban van így. Arra nagyobb, keletre meg kisebb a távolság. Úgyhogy kelet vagy nyugat népe vagyunk, erre az a mondásom, és akkor itt lekerekítem ezt, hogy a nyugat-keletje vagyunk, tehát a Nyugat-Európában vagyunk a keleti végpontja, és a kelet-nyugatja vagyunk, a Kelet-Európának pedig a nyugati végpontja vagyunk. Tehát egy integratív zónában vagyunk. Egyébként az integrál pszichológia Magyarországon a legerősebb és a legnagyobb közösség. Egy extra folyékonyság van talán ezért is erre az egészre. Mert ha azt mondjuk, hogy keleti tanok, akkor a mi szívünk kettőt dobban. Mert mi onnan jöttünk. Egy németi vagy egy amerikai nem lehet, hogy csak egyet dobban, hogy érdekes filozófia, de a miénkben van egy ilyen identitás, etnikum, múltbeli dupla szívdobbanás. Tehát nálunk még nagyobbat szól, hogy integráljuk a keleti tanokat, meg a nyugati tanokat. És ugye végül, és aztán majd átadom a szót, hogyha megnézzük a történészeket, hogy akkor honnan jöttünk, akkor mégse azt mondjuk, hogy indiaiak vagyunk, vagy indonézek, hanem akkor van a magyar népvándorlás története, és akkor pedig ugye attól függ, melyik tant nézed, de valahol ugye az ugor népeknek és a hunoknak a találkozásánál Észak-Kazaksztán környékéről lehet, hogy eredeztetünk. Olvastam nemrég a legújabb trianguláris, ahol a nyelvészetet, az archeológiát összevetik ugye a történészek, és több nézőpontból van egy elmélet, például onnan jöttünk. De aztán, hogy ők honnan jöttek, tehát mégis hol az a pont. Tehát ilyen értelemben hordozhatunk onnan egyfajta, egy szóval azt mondom, hogy nyugtalanságot. Erről majd később beszélek. Akkor erre reagálnék először erre a kelet-nyugatra, mert én a turániátok, ami úgy nagyon sokszor mondjuk magunkról, hogy nem vagyunk képesek az összefogásra, a kapcsolódásra, hogy én ebben látom a lehetőségét annak, hogy tehát pont ami a hátrányunk, én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb feladatunk is, és a legnagyobb lehetőségünk is egyben, hogy ezt a kelet-nyugati feszültséget, hogyha ezt jól be tudnánk lakni, szerintem ez lehetne a magyarság tekintetében, nemzetkarakterológiailag valami olyan különleges mixtúra, ami adna egy sajátos ízt, és jó ízt tudna adni a magyarságnak. Pont azért, amit mondtál, hogy a keletiségre azért másképp reagálunk,
az integrál pszichológia, ami a kelettiségre jól reagál, nem véletlen akkor, hogy ebben neked nagy munkád van, de valószínűleg meg is volt a termőtalaj, hogy, hogy ez itt ennyire népszerű legyen. Nem vagyok ebben jártas, nem ismerem mondjuk az európai buddhista közösségeket, de én azt hiszem talán a buddhizmus is Magyarországon erősnek mondható, vagy jó alapokra épül. Szóval én ezt gondolom, hogy a keletet azt nem elfojtani kell. Politikailag nyilván most ez nagyon rossz helyzetet teremt a mostani világhelyzet ennek, de kulturálisan én azt gondolom, hogy nagyon fontos volna, hogy a keletiségünket is jól megéljük, és azt integrálni tudjuk a nyugati politikai, kulturális elhelyezkedésünkbe. És ami meg a kapcsolódást illeti, ezt ilyen szociálpszichológiai szempontból próbáltam megfejteni, hogy oké, hogy mi közelebb vagyunk egymáshoz, mint mondjuk egy kaliforniai, de távolabb vagyunk, mint egy indiai, de hogy a közösség, mint csoport, az hogyan kapcsolódik. És hogy itt én négy szintet írtam össze magamnak, hogy tehát ahol a kapcsolódás majd, hogy nem nulla, vagy zéro, az a horda, vagy a tömeg, ami összeverődik valamilyen zsigeri okból, és akkor ott így egymás mellett vagyunk, de ez a kapcsolódásnak ez a legalacsonyabb szintje. És ennek a következő szintje, amikor már van egy törzs, amit már valami összeköt, tehát van már egy közösségtudat, de ez alapvetően, amit én értek ez alatt, az inkább egy ilyen érdekvezéreltség. Van valami közös érdekünk. A következő szint, amit én megkülönböztetnék, az a társadalom, ahol már nem csak érdekek vannak, hanem vannak közös szabályok, közös, mindenki által elfogadott szabályrendszerek vannak, van jogi, gazdasági együttműködés, tehát hogy már egy komplexebb, kvázi törzsszövetség. És a legmagasabb fokot nevezném én közösségnek, amikor már értékek is összekötik, értékrendek, célok, amik nem pusztán gazdasági vagy fizikai célok, hanem valamilyen kulturális, erkölcsi célok is. És hogyha ebben a tekintetben, ebben a vonalzón így megnézzük a magyar társadalmat, akkor attól tartok, ez nem akar a V4 meg V3 alternatívája lenni ez a gondolat, de hogy ott a törzs és a tömeg szintjén vagyunk sokszor, azt látom. Sajnos. Tehát, hogy még a társadalomnak, az én definícióm szerinti társadalomnak az elvárásait sem tudjuk teljesíteni, hogy lennének olyan közös szabályrendszerek, amiket elfogadunk. Amiről az, hogy már közös értékrendszerek is legyenek, vagy közös célok, az már nyilván most azért elég irreális elvárásnak tűnik magunkkal kapcsolatban. És hogy én itt hoznám be a narratív pszichológiát, mert szerintem ami ebben tud segíteni, hogy ezeken a szinteken valaki följebb lépjen, az, hogy van-e történet. Van-e az adott közösségnek története, ami értékkel tölti meg azt, hogy mi együtt vagyunk? Tehát, hogy ez nem csupán egy ilyen, nem tudom, egy ilyen evolúciós véletlen, hogy most mi egy nyelven beszélünk, hanem hogy van valami közös sorsélményünk. És ugye erre van egy nagyon érdekes történet, én történész vagyok, és van egy nagyon érdekes élményem. Egy magyar középkor történésznél olvastam erről, Dér Józsefnél, aki arról írt, hogy milyen nehéz feladata volt annak idején a krónikásoknak a középkorban. Ugyanis a középkori krónikásoknak narratívát kell. Most nyilván nem így írta, csak most az én olvasatomban van ez így kommunikálva. Tehát ott ült a krónikás, és azon gondolkodik, hogy itt van ez a nép, már keresztény nép, de hát azért ezek még odahaza, még pogány áldozatokat mutatnak be sutyiba, amikor nem figyel a püspök. Ezek még lázadoznak is, pogány lázadások vannak is, hogy mit kezdjünk ezzel a néppel, hogy hogyan adjunk neki egy integrált szintézist, egy kulturális szintézist, egy narratívát, egy sztorit. És ugye amit most, nem nincsenek semmilyen politikai töltet, amit mondok, de hogy mi vagyunk a nyugat védő bástyája, azt a krónikások találták ki. Tehát a krónikások története az, hogy a magyar az egy nagyon-nagyon erős harcias nép, keletről jövünk, tényleg keletiek vagyunk, tehát úgymond az akkori pogányságnak, vagy keleties, koppányi komponensnek is megadják, ami neki jár. Igen, mi keletről jöttünk, mi vagyunk az a harcos keleti nép, de az Isten ide vezetett bennünket, mert csak egy ilyen harcos nép tudja megvédeni a kereszténységet. Uh-huh. És mi vagyunk a nyugat védő bástya, mert más nem tudná. És akkor ebbe az volt a zseniális, hogy mind a két komponensnek adtak ebből valami fogódzót, mind a kettő, egyik sem kapta meg teljesen, amit szeretett volna, ezt hívják kompromisszumnak, de mind a kettő megtalálhatta benne önmagát.
És ezt azért tartom egy ilyen példázatnak, a középkori krónikásoknak a narratíva képzését közösség számára, függetlenül, hogy ez igaz-e vagy sem, hogy ez hogy történt meg, hogy tényleg ez volt a jó Isten célja velünk, vagy sem, de működött. És ez több száz évre belaktuk ezt a gondolatot. Több száz évre adott ez identitást a magyarságnak. És én ezért mondom azt, hogy lényegében a mindenkori értelmiségnek a feladata, hogy az adott korban, az adott szituációban ezt a kapcsolódást, hogy mi köt össze bennünket, meg tudja fogalmazni. És itt azért azt is talán ebben a körben lehet mondani, hogy ebben mindig van egy kis legenda is. Tehát ugye ebben nem kell attól félni szerintem, nem azt mondom, hogy hazudni kell nyilván, de hogy ebben vannak ilyen, ha csak nagyon materiális szempontból nézzük, vagy nem tudom, ilyen evolúciós, biológiai szempontból, akkor ezek nem létező dolgok. Ebben van egy nemzet karakterében mindig kell, hogy legyen valami virtuális, ami az egész kultúra ilyen értelemben virtuális. Tehát, hogy biológiai, nem tudom, mikroszkóppal a kultúra nem látszik. Tehát, hogy beteszem a kultúrát a mikroszkóp alá, és tekergézem, és nem találok ott semmit. És én azt gondolom, hogy ez hiányzik most talán ahhoz, hogy jól tudjunk kapcsolódni egymáshoz. Hogyha most a 21. századi magyarságra nézek, magunkra, magamra, akkor nincs ilyen narratívánk. Tehát nem tudom, hogy mi a mi történetünk. Van-e történetünk? Lehet, hogy nem kell, hogy a posztmodernben már nem kell, mert ugye a posztmodern virtózik minden narratívától. Ilyen nagy narratívától. Igen. De én meg ebben nem értek egyet a posztmodernben. Igen, a posztmodernben van egy dekonstrukcionizmus, tehát hogy leépíti a már fölépült narratívákat, mert azt posztulálja, hogy mindenkinek jogában áll saját narratívával rendelkezni. Sőt, ami még érdekesebb, hogy nincs is olyan, hogy objektív narratíva. Tehát ha egy tudós leírja, hogy én megnéztem, megmértem, kiszámoltam, az is a tudós fejéből jön. Tehát a V5 racionalitásnak a alapjátszmája, hogy úgy teszünk, hogy én, mint tudós, egy szintelen szaktalan légnemű gáz, nem létező személy vagyok, zéró szubjektivitással, és amit ide kiteszek, az tőlem függetlenül csak objektív. És ugye a kvantumfizika jött rá legelőször, hogy a mérés befolyásolja a megfigyelést, tehát hogy összefüggésben áll ez az oldal, ahonnan nézem és gondolom, és azt, amit vizsgálok. Tehát ilyen szempontból teljesen igazat adok neked, hogy jól tették azok a középkori krónikások, hogy ezt belevitték, mert sokkal fontosabb az a narratíváknál, hogy mit állítunk elő vele. Egységet, békét, harmóniát állítunk elő a narratívánkkal, vagy megosztottságot, ellentéteket állítunk elő a narratívával. És ez valóban nem a mikroszkópból fog kijönni, hanem a szubjektumból, aki megalkotja a narratívát. Ez posztmodern. Viszont a posztmodern az integrál, ahogy mondtam, összerakja újra a képet. Újra megengedett a nagy világképalkotás. Nem kell erőltetnünk, hogy mindenkinek ezerféle szubjektív valósága legyen, vesző és ne rakjuk össze, mert akkor megsértjük egymást. Ezzel túl kell lépni. Így jönnek létre a rendszer szemléletű új megközelítések, amik a sokféleséget rendszerbe alkotják. Az integrál pszichológia maga is ilyen, de itt nem csak az integrál pszichológia Wilbert tanul a lényeges, hanem ez egy gondolkodási szint. Tehát meg lehetne erről a gondolkodási tudatszintről alkotni Magyarország újraértelmezett történetét, sőt, még izgalmasabb és időszerűbb lenne nem a Magyarországét csak, hanem az EU-é. Nekem az egyik első reakcióm az volt az EU-ra, mikor létrehoztam a integrál európai konferenciákat, ahol itt volt 50 országból hirtelen mondjuk 30 európai és 20 másik, hogy itt ülünk egy terembe és semmit nem tudunk egymásról. Tehát EU már van, mint gazdasági, jogi, politikai egység, de a belső világban, úgy mondanánk az integrál vagy a bal kvadránsok, a szubjektív belső világban zéro. Annyit tudnak max a magyarokról, hogy Puskácsösi, és aki nagyon művelt, az még azt, hogy paprika körülbelül. De hogy egyébként mi az valóságunk? Zéro. De mi mennyit tudunk a németekről? Semmit. Csak mi is a turista sémákat, vagy az egy-két történelmi tényt tudjuk. De hogy most ők belül hogy vannak, arról nem tudunk. És az EU erről még nem gondoskodik. Nem hibáztatom, ez a kollektív tudatszint, hogy nem tartott, hogy ugyanolyan természetes legyen ez a fajta gondoskodás, mint a politikai-gazdasági. De hogy tudod, mit kellene, Gábor, kellene csinálni, össze kéne ültetni az EU minden országának a történészeit, és megalkotni egy közös európai narratívát az európai történelemről gyakorlatilag.
Úgyhogy, mert ugye minden, amíg nemzeti szinten gondolkozunk, hogy néz ki a narratíva, azért vagyunk nagyok, mert megvertük őt, meg megvertük őt. És akkor mindenki büszke, hogy mindenkit megvert. Ez kb. A V3 szintje, hogy jó, megverjük egymást, mint az óvodában, és attól vagyunk erősek és nagyok. Mi lenne, egy olyan narratívát találnánk ki, mint EU, aztán később esetleg, mint planéta, hogy nem attól tartozunk össze, hogy jól megvert mindenki, és kinek nagyobb az országa, meg kisebb, és hogy lett az, ugye? Hanem az, hogy mi köt minket össze. És azon belül el lehet magyarázni, hogy igen, akkor ez is az történt, nem kell meghamisítani a történelmet, nagyon fontos a fact-based, ugye a tényalapú, tehát a későbbi szintek mindig hordozzák a korábbit, egy integrálnak hordoznia kell a tudományos precizitást és a mérést és a tényeket, de hozzá kell tenni a lelket és a belvilágot, és ugye az egységre kell törekedni. Ez csak egy mondat, és aztán menjünk tovább, mert időben jó. Most lehet, hogy csak nem fogok a haton végigmenni, most azt látom. Mert négy részes lesz ez a sorozat. De azt akarom csak, hogy nagyon igazad van is, és ezt jó, hogy ezt beosztod, ezt a szempontot, hogy én azt hiszem, hogy a 21. századi magyarságnak a narratíváját, ha megalkotja majd a magyar értelmiség egyszer, még a 21. században jó lenne, mert most már eltelt a negyede, akkor valószínűleg olyan narratívát kell, ami európai. De egyébként a középkori krónikások narratívája is európai volt, ha gondolsz. Tehát ott is a nyugat védőbástyája az egy európai narratíva. Igen. Tehát abban úgy voltunk különlegesek, hogy egyben európaiak is voltunk. Tehát, hogy nem egy ilyen harcias. Most egyébként hozzátesz, nem akarok aktuál politizálni, de hogy ez a narratíva annyira erős, hogy még ma is használják politikailag ezt a narratívát, és akkor zárójel bezárva. Szóval ez nagyon fontos, hogy lehet a magyar narratívát európaivá tenni, és ahhoz, hogy ezt a magyar narratívát európaivá tegyük, abban nagyon igazad, hogy kellene európai. Tehát, hogy az Európai Unió válságát sokan gazdasági válságnak tekintik, ez nem témája most ennek az előadássorozatnak, de szerintem itt fontos, hogy beszéljünk erről is, hogy én alapvetően én identitás problémának látom az Európai Unió problémáját, hogy nincs olyan, hogy európai. Tehát amikor az európai vezetők összejönnek, akkor ők valójában tagállami vezetőként jönnek össze. Szerintem érezzük azt, hogy mi európainak lenni, főképp akkor érezzük szerintem, amikor, amit mondtál, hogy elutazunk valahová, ami nem európai, és utána visszajövünk, és akkor erről van egy ilyen érzésünk. De nem tudjuk definiálni, vagy nem tudom, hogy tudjuk-e definiálni, vagy szembesítettük-e már magunkat azzal, hogy mi az, ami különlegessé tesz bennünket, és mi az, ami ebben jó, hogy különleges már, hogy európaiak. Amit érzünk, azt tudjuk definiálni. Tehát ha már érezzük, hogy európai légkör van, leszállva Európában repülőn téren, akkor meg is tudjuk fogalmazni, csak idő kérdése. Ugye pszichológiailag úgy mondjuk, hogy áthozni a jobb féltekéből a balba, a néma érző, átélő féltekéből a szavakba megfogalmazóba. Tehát igen, az EU most nem foglalkozik ezzel, hogy a jobb féltekés élményeket balra transformáljuk, sajnos még, de remélem majd fog. Egyetértek, hogy mivel ez nincs megfogalmazva, nincs identitás, nincs deklarált identitása még az EU-nak és Európának. Ugyanakkor remélem neked is volt ilyen élményed és nektek, hogy ha Európán kívülről utaztok be, akkor mindegy, hogy melyik reptéren szállok le, Londonba, Frankfurtba, Budapesten vagy Madridba, ugyanazt érzem. Ugyanazt. És most le tudnám neked egyik-szödik beszélgetésünkbe listázni még 12 pontba, hogy mit nem is egy, hanem több dolgot érzek, ami a 10 részes európai élesorozat lesz. Ami európai, és hogy igenis van európai tulajdonság és features, ami egész Európát összeköti, és hogy el kéne jutnunk oda EU szinten, hogy mondjuk ezzel foglalkozunk, vagy erre van minisztérium, vagy szerv, ami az európaiaknak a lelkével és kulturális társadalmi jólétével foglalkozik, és mondjuk ott ezekből építeni egy új narratívát. Azért is tetszik a narratíva elképzelésedben az a V5 egyébként, tehát ugye az ész gondolkodás elmélet teória, azzal kell előre menni, és csak utána lehet beküldeni a V6-ot. Tehát az embereknek először szóba kell állni beszédbe, meg kell érteni egymást, és úgy kell érezniük, hogy egyet értünk, tehát először egyet értünk, és ha az megvan, akkor léphetünk beljebb, hogy egyet érzünk. Tehát az ember valahogy így van megalkotva, hogy a felsőbbi szintekhez az alsóbon át
vezet az út. Úgyhogy ha most tömegesen gondolkozom, akár magyarba, akár EU-ba, akkor először nem feltétlenül egy 10 milliós pszichodrámát csinálnék, hanem mert ilyeneket is fantáziálok, bár még nem tudom, hogy kéne pontosan levezetni, de hogy az is jöhetne majd, hanem először szavakba meg kéne, ugye el kéne jutni oda, hogy egyet értünk, és egy mindenkit felemelő narratíva. Tehát ez a másik, hogy az ember méltóságát meg kell adni. Mert ugye a jelen korban nagyon gyakran oda csapnak egymás méltóságának a társadalmi életben, akár a karaktergyilkosságok, akár ha nem olyan durva, de akkor is ez a beszólogatós kultúra, ez a méltóság rombolás, ez a elgáncsolósdi, hogy én már elképzeltem, hogy néznek ki a következő szint politikai és kulturális világa, és ott egymás méltánylásával játszanánk, egymás gáncsolása helyett, és ezen a ponton hagyd mondjam el, hogy még ebben az első részben elhangozzon, hogy én egy humanisztikus demokráciát képzelnék el, ahol azért tartanánk választást és szavazást, hogy megtaláljuk azt a vezetőt X időre, aki a legjobban összeköti az összes ember gondolkozását. Érted? Mert most hogy van? Most úgy van, hogy eltérő gondolkodások körül vannak eltérő oldalak vagy pártok, és a nép valahova odaállhat, de mindenképpen veszíteni fogunk, mert ha valaki meg is nyeri, és éljen az az ő tömege, a másik hőbörögni fog. Ezért egy olyan rendszerben, ahol vannak vesztesek és nyertesek, az egész rendszer sose lesz nyertes. De csak mindig ambivalencia lesz benne, és nagyfokú bizonytalanság. Mi lenne, ha azt mérnénk, és itt behozhatnánk a mérést, a teszteket, a tudományt, hogy ki az a személyiség, aki személyiségében érett, megdolgozott, magas szintű személyiség, tehát az emberek között összekapcsolódást, meghallgatást tud hozni, és szakmailag kompetens. Ez a kettő kell. Kompetens szakmailag és személyiségében érett, és közül ki az, aki a legjobban az egész népet tudja képviselni. Szerintem ekkor szűnne meg a turániátok és a magyarok torzsalkodása, és ez lehetne egy minta egyébként az egész világnak, mint egy next stage democracy, egy humanisztikus demokrácia, ha úgy tetszik. Azt kérdezném így magunktól. Köszönöm. Hogy mert most már itt egy órája, több mint egy órája beszélgetünk, és én nagyon jól el vagyok vele. Csak én a közönség türelmével nem akarok visszajönni, hogy még egy pontot bepróbáljunk, vagy bólogatás. Jó. Akkor még egy pont, és utána kérdések, jó? Ez lesz akkor. Jó, a következő igazából lehet, hogy egyre lesz idő, csak mondom, hogy a 4-5-6 az én listámon az egy témakör, aminek a témakör címe, hogy nagy az egónk. Miután megdicsértem. De akkor ez már nem most lesz. Ez már az a Netflix sorozat, hogy a következő nagy részből. Nagy egó című következő. Az elsőt, hogy mondjam ebből a bokorból, a harmadik pont, hogy durvák és agresszívek vagyunk. Amellett, hogy szeretünk is, azt gondolom, hogy egymással magyarok durvábbak és agresszívebbek, megint a kontinuum vagyunk, mint a nyugat-európai népek. És mikor nyugatra gondolok, mindig benne van Nyugat-Európa plusz Amerika, tehát ezt értsük úgy egybe, mint kultúrzóna. Ez ilyenekben nyilvánul meg, hogy sokat panaszkodunk. A panaszkodás az agresszió. Félreértés ne essék, a panaszkodás az nem szomorúság. Az nem jaj, szomorú szegény, és meg kell hallgatnom, mert baja van. Az mondjuk a természetes mennyiségű probléma megosztás lenne, de a magyarban levő panaszkodó hajlam az ezen túlmegy, az egy agresszió, az egy passzív agresszió. Megnyilvánul úgy is az agressziónk, hogy ami nagyon-nagyon feltűnő nekem, hogy egymás határát, tehát mindenki érzi, hogy hol a határ, ahol harmonikus lenni a másikkal, átlépjük. Ennek a legfizikaibb része a vezetés, hogy valamiért ebben a kultúrában gyakori, hogy a követési távolságot nem tartja be, hanem közel megy a másikhoz, letolja, vagy a fenekébe megy, akár villog is, és jelzi, hogy neked nem kellene létezned itt az univerzumban. Miért? Mert én megyek arra. Tehát ez a V3, ugye a V3 az egocentrikus self, hogy annyira erős az én az egóérzet, hogy így megdöbbent, hogy ott van egy másik ember előttem az úton. Ha én 90-nel megyek, ő miért megy 70-nel? És ezen van autentikusan be tud dühödni a legtöbb ember. Ugye, és ahol közel megy, ez egy erőszak. Tehát minden esetben, amikor a határt átlépjük, az erőszak. Dominancia, erőszak.
Nyilván nem annyira erős erőszak, mint ami már kriminalisztikában, meg pszichopatológiában, hogy megerőszakolták, vagy megverték. Ugye ezek a szakmák csak a szélsőségekre vannak fenntartva. Érted? Ez csak a hétköznapnak ezek a játszmái normálisnak vannak tekintve. Én ettől kaptam először cicilütést fiú pszichológus koromban, hogy ez a normális? Tehát, hogy a normális azt jelenti, hogy megerőszakolja, játszmázik, hazudik, stb. Ez a normál self. Ezért is választottam azt a pszichológát, ami ezen túlvisz minket a V6-ra, meg még tovább, hogy ennél sokkal kifinomodottabb az emberi lény. És nálunk ez külön téma, de külföldön nem. Például Kalifornia az ellenpéldája, ott annyira tapintatosak, hogy jön ki, először is ilyen nincs, hogy a követési távolságon beljebb megy. Nincs benne a tudatba. Nem az, hogy van, csak visszafogja, hanem nem merül föl a pszichébe ez az aktus, hogy ezt megtegye egy autós. És az van, hogy van egy zebra, jövünk két oldalról, megy az ember a járdán, és az autósok leveszik a gyalogos szándékát, hogy a zebrára fog menni, és már akkor lelassítanak. Hogy mikor a zebrához ér, akkor legalább egy 3 méter távolra legyen mindkét kocsi. Hogy azt a személyes teret megadják, hogy ő át tudjon sétálni anélkül, hogy a terébe valaki belépett volna. Gondolj bele, milyen hihetetlen kifinomultság szociálisan ez, és ugye ezt tükrözi a vezetés azért jó például, mert az mutatja a kapcsolatok kollektív állapotát. Ebbe a kultúrába hogy kapcsol, mit csinálnak kapcsolatilag az emberek? Tudod? És nálunk megengedett és gyakorolt a megerőszakolás agyba főbe. És mondom most nem a klinikai, meg kriminalisztikai értelemben, hanem ez az energetikai értelemben. És nem is szólunk érte már rég, lehet, hogy Mohács óta egyébként, tehát amit te behoztál, hogy azóta nem voltunk, nem tudom, hogy fogalmaztál, önmagunk urai, nem csak önmagunk urai nem voltak, hanem folyton megerőszakolt valaki minket gyakorlatilag, ugye jött a török, aztán mindenki jött, és mikor próbáltunk felállni, hogy na most már V5-ök leszünk, akkor ugye Ferenc József csapott fejem, hogy maradtok még a V4-ben, így integrál szemmel, aztán kiegyeztünk egy V4-V5 kombóba, ugye kiegyezés, tehát volt abban a monarchia is, meg volt abban a dualitás, tehát már modernizmus jelei. Mindenek esetre mi megszoktuk, hogy le vagyunk nyomva, de aztán kitörünk, és egymással is ezt csináljuk. Tehát a magyar személyiségfejlesztésben azt kell csinálni, és én a tanítványaimnak ezt tanítom az Integrál Akadémián, különösen akik jönnek ilyen személyesebb kurzusokra, hogy igen, gyakorold az életedben, hogy megfigyeled, hol a határa a másiknak, hogy nem erőszakolod meg. Gyakorold, ma este gyakoroljátok, amikor mentek a kocsival, hogy tartsátok a követési távolságot, és ha jönne az inger, hogy közelebb menjek, vagy no, ne tedd. V3-ból gyere a V4-be, a V4, hogy betartjuk ugye az alapstruktúráit a civilizált együttlétnek. Tehát nekünk nem csak a magyar személyiségben, nem csak azt kell tréningezni, hogy menjünk V6-os szintre, hanem hogy legyen egy tiszta V4-ünk, ami a demokrácia alapja. Úgyhogy ez a durvák, agresszívek vagyunk, ebbe a pontba tartozik mindez. És ezt azzal zárom, hogy van egy olyan pszichológia, hogy tranzakció analízis, ahonnan az emberi játszmák fogalma eredetileg jön, Eric Byrne alkotta meg. Szerintem az ő játszma leírásai nagyon elnagyoltak. Tehát néhány nagy játszmát leírni sokkal több van a hétköznapi életben. Mindenesetre nagyon sok érték jön ebből a pszichológiából. Az egyik legklasszabb mondása, hogy négyféle viszonyban lehetünk egymással. Amit én előállítok rajtad, te rajtam, tehát ugye én te kapcsolatban mindenki egymáson előállít. I am okay, én jól vagyok, you are okay, te jól vagy. Tehát viselkedtetek úgy, hogy ezt az érzést keltem, hogy én is jó vagyok, te is jó vagy. Lehet az, hogy I am okay, you are not okay. Tehát lenyomom, ugye leértékelem, én okay vagyok, te viszont nem. Lehet egy olyan pozíció, hogy I am not okay, én szerencsétlen vagyok, de te csodálatos vagy. I am not okay, you are okay. És lehet egy olyan, hogy I am not okay, you are not okay. Tehát én is rossz vagyok, és tudod mit, lehúzlak téged is. Te is rossz vagy, és mi megdöglünk és tocsogunk a depresszióba együtt. Na, sajnos ez a pozíció benne van ebbe. Ugye az I am not okay, you are not okay. De igazából ez nem igaz. Tehát az emberek nem azért csinálják, mert tényleg ez van, hogy én sem vagyok jó, meg te sem, hanem ez is az agresszió kifejeződésének egy formája. Tehát igen, ebben a népben szerintem több az agresszió, mint nyugaton.
és a személyiség fejlődésbe és a nemzeti fejlődésünkbe csökkenteni kell az agressziónkat, és ilyen értelemben európaiasodni, tehát civilizáltabban viselkedni egymással, és persze a világgal is. És végül, hogy jelezzem, hogy mindig van lejjebb, ugye keletebbre még nagyobb az agresszió. Tehát nálunk szerencsére nem esnek ki az ablakon olyan gyakran az emberek, nem lövik le őket, nem indulunk háborúba, ugye talán lehet sejteni, melyik kultúrákra gondolhatok. Tehát ahogy a kilométerek mennek keletről nyugatra, azzal arányosan ezek a jellemzők nőnek, csökkennek. Tehát nem az, hogy a magyar durva agresszív és pont így elszigetelten, hanem ez is egy kontinuitás, és ebben is középen vagyunk Európában. Pont ezt írtam föl ennél a pontnál magamnak, hogy kelet-nyugat. Tehát, hogy itt is, mintha lenne egy ilyen kontinuitás, vagy egy ilyen növekvő agresszió mennyiség, ahogy haladunk kelet felé. Ugye aztán ez miből van, vagy így van, azt nem tudom. Gondolkodtam azon esetleg, hogy a demokratikus fejlődés azért mégis a nyugati világban egy csomó agressziót sublimált, ha jól fogalmazok, demokratikus játszmákká. Az ipari forradalmak, a jóléti társadalmak, a polgári fejlődés is talán segített. Igen. Abban, hogy kevesebb az agressziónkat azt talán más módon kiéljük. De a magyarságra rátérve, ott én azt gondolom, hogy itt most egyetértek veled, abszolút, hogy én is ott a tanult tehetetlenséget írtam föl magamnak, és az abból fakadó frusztrációt. Tehát, hogy amit agressziónak, vagy agresszivitásnak, vagy durvaságnak, vagy taplóságnak látunk magunkon, mert van ilyen, ezt most valljuk meg őszintén. Valljuk. Igen, tehát amikor azt a negyediket mondod, I'm not okay and you not okay, az nekem nagyon magyar volt. Aha. Az nekem nagyon magyar volt, hogy úgy nekem se jó, de neked se legyen már jó. Igen. Tehát, hogy ennek a tanult eltetlenségből fakadó frusztrációnak, ami bennünk van, azért van egy olyan, egyrészt van ez a panaszkodás, és van egy, nem tudom, talán Angliából jött ide egy fiú, és csinál egy Instagram oldalt, vagy valamilyen YouTube csatornát, nem tudom, és ő ugye bemutatja, hogy az ő szemével mi hogyan nézünk ki. És neki ez volt az első élménye velünk kapcsolatban, hogy a panaszkodás. Tehát, hogy ő úgy érzi, hogy most már jó ideje lakok itt Magyarországon, most már én is panaszkodom, nagyon ügyesen tudok, megtanultam panaszkodni, tehát ez volt az a kulturális hozadék, amit ő így megtapasztalt. Tehát van ez a panaszkodás. A másik, ami szerintem ennek az agresszivitásnak egy ilyen megjelenés, ez az irigység. Nincs ebben összehasonlítási alapom, de ugye van nagyon sok dologról beszéltünk, hogy ha átlépjük az osztrák határt, akkor megváltoznak a dolgok. És mondjuk az ugyanúgy igaz Szlovákiára, Romániára, Bulgáriára, Horvátországra. Ezt nem tudom, hogy az irigység az ugyanúgy regionális-e, vagy az csak a miénk. Tehát, hogy az csak egy ilyen hungarikum. Szerintem nincs olyan, hogy csak a miénk. És akkor most a mértékét illetően, itt tartanám azt az álláspontomat, hogy minthogyha mi egy picit irigyebbek lennénk a többieknél, és én ezt a tanult eltetlenségünkből, tehát abból a történelmi fejlődésből vezetném le, ha van ilyen, és ha igazam van, hogy ugye nem volt sikerélményünk. És ez egy ilyen önbizalomhiányos állapot, frusztráltság, és a siker az nekünk az... Valami olyan a siker a számunkra, ami a miénk sohasem lehet. És amikor a másik sikerét látjuk, akkor az frusztráló, nagyon frusztráló. Az lényegében a saját életünkkel való szembesülés, saját életünk tragédiájával, vagy sikertelenségével való szembesülés. És ugye, hogy ez így van-e, vagy sem, azt majd megvitatjuk. De hogy mit lehetne ezzel ellen tenni, és itt a vezetési példát hoztam, amikor meséltél róla, akkor egy kicsit meg is süllyedtem itt a székben, mert hogy eszembe jutott, hogy azért a vezetés is, hogy mondjam, stílusom néha nekem is V3-as, vagy nem tudom, V4-es, vagy... Tehát én is úgy szoktam úgy... Na, hát úgy haladjál már. Igen. De hol szerezted a jogosítást? Tehát ez belőlem is előtör néha, és azt akartam csak idehozni, hogy hogy lehet ebből kijönni, és megint azt mondom, hogy ha van egy közösségi cél, tehát, hogyha van egy közösség, van egy csoport, amelynek van egy közös célja, akkor én abban a pillanatban elkezdek örülni a másik sikerének, mert azt betudom a mi közös sikerünknek. Igen. Tehát, hogyha van egy ilyen metaszint, ami túllép, és ugye szerintem lehet, hogy ez hiányzik itt nálunk Magyarországon, hogy nincs meg ez a közösségi... Tehát, hogy amikor valaki... Olimpiákon persze ezt átéljük, azért vannak ilyen élményeink, vagy amikor valami nagy magyar siker van, de mi azon is összeveszünk azért.
de nagyon kevésszer éljük át azt, hogy a másik sikere az én sikerem is. És itt a pont a vezetésnél utalnék arra, hogy mennyire meghatározó a környezet ilyen szempontból, hogy én már azt is észrevettem magamon, hogy Magyarországon V3-as vagyok, vagy nem tudom, most jó-e a V3-as vagyok, de amint átérünk Ausztriába, akkor V4-essé alakulok. Aha. Tehát, hogy nem én vagyok V3-as, aha, hanem a körülöttem lévő világ, és abban a pillanatban, hogy én átlépek egy V4-et, akkor én teljesen jó vagyok az osztrák vezetési stílussal. Hipnotikus buborék. Vagy pedig egyszerűen egy olyan közegbe kerülök, amiben én megtalálom magam helyét. Igen. És én annak örülök, én büszke osztrák vezetési stílussá válok, ahogy átléptem a határt. Én úgy érzem, hogy én egy európai polgár vagyok, és hát nyilván ez kötelező bizonyos szabályokra. Aztán visszajövök, és visszavedlek V3-ba az M1-esen. De hogy ez nyilván itt elviccelem, megdramatizálom, de hogy azt hiszem, hogy itt ez egy közösségi mintázat, hogy az ott közösség mit sugároz le, és ilyenkor mindig az merül föl bennem, ez már bennem is inkább csak kérdés, hogy hogyan lehet, tehát hogy én szoktam azzal játszani, hogy biztos aki vezet, nem tudom, vannak itt jó páran, hogy amikor látjuk, hogy valaki ki akar jönni a kis utcából, de mi meg megyünk, és olyan jó lenne menni és nem megállni, hogy ő kijöjjön, és akkor én szoktam azon gondolkodni, hogy tovább megyek, olyan rossz érzés maradt bennem, hogy miért nem lassítottam, hogy milyen jó lett, hogy ő is kijön, és most ennyivel vagyok előbbre, és hogyha viszont megállok, akkor büszke vagyok magamra, és mindig azt mondom, hogy most elültettem egy mintázatot. Tehát, hogy most ő majd a következő saroknál ő is ezt fogja jó, tenni, és akkor lényegében végigfut egy nagy ilyen közlekedési kultúra, kulturális forradalom, aminek a dominóját ellöktem. Nyilván ez is kicsit így viccesen hangzik, de hogy szerintem ebből a tanult értetlenségből, ebből a frusztrációból, ebből az agresszivitásból én megint ugyanoda lyukadok ki, hogy valami közösségi cél, valami narratíva tud kisegíteni bennünket, ahol mindenki a maga kis életét bele tudja illeszteni, maga kis életének a mozaikját egy nagy egészbe. Igen, én a narratíva mellett, ami látom, hogy egy nagyon fontos dolog, és nálad központi, a kapcsolati viselkedést ugyanolyan fontosnak tartanám, tehát nem csak attól lesz váltás egy ember, közösség, kultúra életében, vagy a narratíva, hanem hogy viselkedünk kapcsolatilag egymással. És amit behoztál, az pontosan így van, és nagyon fontos, hogy akkor most te vagy V3-as, vagy a kultúra, és amíg ebbe a kultúrába vagy, addig az a részed jön elő. Kezdem azzal, hogy minden részed és részünk megvan. És minden ember a Földön tud irigy lenni is, és átír az irigységet. És az I am not okay, you are not okay-t azért írta le Eric Byrne Amerikában, mert Amerikában is van ilyen. Tudod? Itt nem az a kérdés, hogy melyik kultúrában van vagy nincs, mert mindenhol van mindegyik, hanem milyen arányban. Ezért kezdtem úgy, hogy a szívtér használat. Tehát milyen arányban használjuk a szívteret, a szeretetet, a dühöt, az envy, most angol jut eszembe, az irigységet, ebbe vagyunk mások kultúrák, és nem tudom, hogy tetszett vagy nem tetszett neked ez, hogy hipnotikus buborék, de ez egy vicces fogalomnak tűnik, de nagyon durván erős valóság. Tehát az emberi tudat az nem csak a fejbe van, hanem egy tér az ember körül. Ezért van az, hogyha valaki rád néz, oda nézel és érzed. Nem fizika, a szemed nem látta, hogy néz, megérzed, és oda nézel. Tehát a tudati terek piszkosul erősek. És ennyire sok ember, 10 millió, meg más országban még több millió, tudati tere az egy vagyzár. Tehát abba te belépsz, és azonnal igazodik a tudatalattid. És ezért válsz példás osztrák vezetővé rögtön, ahogy átléptél, mert úgy beigazodsz abba a térbe, még úgy is, hogy nincs körülötted csak egy-két autós. Tehát ki jött oda téged megtanítani? Senki. Én biztos vagyok abban, ez már egy picit misztikus, kicsit hellingeri családállítós mezőbe gondolkozik, a láthatatlan mezőbe, hogy a tudati tér az itt benne van a térben. Te nem látja a mikroszkópunk, annál szubtilisabb, de ha egy szobát elhagyunk, utána is egy órával lehet érezni, hogy ott volt valami. Vagy belépsz egy másik szobába, itt meg semmi nem volt. Ugye, hogy valami energetika van a térben, úgyhogy a hypnotic bubble, ugye, hogy hipnotikus buborék, szerintem a kultúrák ebben élnek.
Jó, hát akkor ennyi volt az első három pont. Azt még elmondjuk így kettcsinálóképpen, hogy mi lenne a negyedik, ötödik, hatodik azoknak, akik majd ellátogatnak még a következő. Hát az a nagy ego kategóriában volt ez a durvaság vagy agresszió. Ebben van még a sértődékenység, amiről majd fogok beszélni. A dramatizálás, egy jellegzetes magyaros tulajdonság, vagy hiszterizálás, dramatizálás, és az ütközés, hogy az emberek összeütköznek a térben fizikailag is, amit mondtad, hogy nem nagyon értesz, mire gondolok, mert annyira rejtett, vagy szubtilis, de majd ki fogom fejteni, mert a szemem előtt történik, plusz én is ütközöm, meg belém is ütköznek, ahogy leszálltam a repülőről, például tegnap, vagy éjjel jöttem haza, már rögtön megy az ütközés, csak nem vesszük észre. És hogy ez miért van, meg micsoda. A második témakör, ugye a hetedik pont, az a kogníció lesz. Tehát azt a témát fogjuk körüljárni, hogy igaz-e, hogy nagy gondolkodók a magyarok. Igaz-e, hogy extra okosak vagyunk, vagy extra intelligensek, lásd fizikai feltalálóink, matematikusok, stb. Tehát a gondolkodásról, a magyar kognícióról fogunk beszélgetni, a magyar nyelvről ezzel kapcsolatban fogunk beszélgetni. A nyolcadik pont lesz a bonyolítás, ami a magyar gondolkodással összefügg, hogy de szép, hogy ilyen komplex, de bonyolító is akkor is, mikor nem kéne, és hogy valóban az amerikaiak felszínesek-e. Mert ugye innét nézve az első reakció, hogy de felszínes, mi van, ha nem? Csak a bubble-ünkből az úgy néz ki, ott vajon mi van? Ugye? A kilencedik pont a negatív gondolkodás hangsúlya, és hogy lehet kijönni a negatív gondolkodásból, mert az bizony jellemző ránk. Itt arról is van szó, hogy a rossz feltételezés, tehát rossz indulatot hiszünk a másikba felénk lenni, csípőből reflexzerűen, akkor is, amikor az nincs. Ez egy nagyon fontos alapreflex, amiből ki kell gyógyulni. A tízes pont, a harmadik nagy témakör a spiritualitáshoz tartozik. Azt fogjuk körüljárni, hogy igaz-e, hogy spirituális nép vagyunk. Igaz-e, hogy spirituális küldetése van a magyaroknak. Ugye mondanak ilyet, hogy magnépe vagyunk, és akkor ez lehet, hogy már az a kategória, amire mondhatta, hogy számodra is túlzás, vagy esetleg a fantázia és a nagyzási szándék össze. De mi van, ha igaz? Nem tudjuk pontosan, tehát hogy beszéljük meg ezt a témát is, hogy akkor tényleg annyira extra spirituálisak vagyunk, vagy tulajdonképpen csak olyan spirituálisak vagyunk, mint bármilyen spirituális kereső a Földön, és abba vetül-e bele esetleg egy kompenzációs nagyra vágyásunk, mint magyar. Úgyhogy itt össze fogom mondani a spiritualitást és a lelkiséget, mert szerintem itt vannak valid dolgok, hogy tényleg van ebben dolog, plusz le szeretném majd hántani, ami szerintem a túlzás benne. A negyedik nagy pont, és az utolsó kettő ide fog tartozni, az önértékelés. A 11-es pont, hogy kicsik vagyunk, szűkebb az önértékelésünk, és a 12-es, hogy kompenzálunk, fontosságot éreztetünk, vagy akarunk éreztetni, amiatt, hogy kisebb az önértékelés, és hogy ezzel mit kezdjünk. Itt fogok beszélni dobogók szívcsakráról, igaz-e, nem igaz, és az egyéb potenciális kompenzációkról, hogy tulajdonképpen miért itt van a világ közepe, és miért mi vagyunk a legnagyobbak, vagy mégse, és ugye pszichológiailag milyen dinamika ez a lélekben. Na hát nagyon izgalmas témák lesznek, remélem, hogy kedvet csináltunk a jelenlévőknek, viszont akkor most eljött az a rész, ha még van türelem meg erő, hogy lehet kérdezni, véleményt formálni, hozzászólni, és akkor lehet, hogy az egyik mikrofont azt kiadnám, jó? És akkor nyugodtan lehet kérdezni. Sziasztok, Tóth Gergely vagyok.